Az új intézményvezetők mindig izgatottan várják az új kihívásokat. Borsi Csaba november 1-től irányítja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárt. Feladata összetett. A programok ötletelése mellett a megvalósítása is a munkájának a része. Emellett a felelősség is hatalmas. Célja, hogy minél több új elemet hozzon létre Hajdúszoboszlón. Egy új vezetőnek a kinevezése az mindig egy izgalmas feladat, hiszen a képviselő testület dönt az új vezetőről, majd ezt követően azért a következő hónapok attól izgalmasak, mert várjuk az újításokat és várjuk a meglévő feladatok mellett az egyéb kiegészítő és kulturális programokat, jelen esetben a Kovács Máté Városi Művelődési Központban és Könyvtárban. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma a 2023. november 1-je óta igazgatói pozíciót betöltő Borsi Csaba lesz a vendégünk, nagy tisztelettel köszöntöm, akinek igazából nem újdonság ez a feladat, hiszen művelődés szervezőként kezdte itt Hajdúszoboszlón a pályafutását. Igen, valóban. Tavaly január óta dolgozom az intézményben, és azelőtt is azért 90-es évek közepe óta, amióta elvégeztem tanulmányaimat, ilyen munkakörben dolgoztam, kisebb kihagyásokkal. És valóban tavaly januárban hívott dr. Sós Csaba, akkori igazgató úr engem az intézménybe, hogy próbáljam erősíteni az intézményben folyó szakmai munkát, de még akkor én sem gondoltam azt, hogy egy fél év múltán már igazgató helyettes leszek, és rá három hónapra pedig már megbízott vezetőként kell igazgatnom az intézményt. Igen, azért elég gyorsan a ranglétrán végig szaladt. Nagyon sok mindenről lehet beszélni, de talán kezdjük a legaktuálisabbal. Rögtön egy újdonság, hiszen hamarosan kezdődik a civil roadshow néhány nap múlva, február 17-én. Ennek éppen egy nappal ezelőtt volt a sajtótájékoztatója, a fórum, az egyeztetés a civil szervezetekkel. Miről fog ez szólni, roadshow? Azért ez egy elég tág fogalom. Ki megy hova és miért? Talán indítanék onnan, hogy tavaly ősszel alpolgármester asszony Majoros Petronella keresett meg engem, hogy kellene egy ilyen kezdeményezés, amely egybevágott az én elképzeléseimmel is, illetve amit a igazgatói pályázatomban leírtam, mégpedig az, hogy valóban támaszkodnunk kell egyre inkább nyilván magának az intézménynek is, de természetesen a városnak is arra a civil örökségre, arra a civil háttérre, amely itt Hajdúszoboszlón is nagyon jelentős. Ugye én alapvetően egy kisebb fókusszal indítottam, illetve terveim között ez szerepel, hogy elsősorban az intézményben működő, vagy régebben működő, és most már nem annyira életképes, esetlegesen pedig eddig még az intézményen nem együttműködő szervezetekkel felvegyem a kapcsolatot, és próbáljuk tágítani a látókörünket. Amennyire kapacitásunk engedi, fogadjunk be új kezdeményezéseket, a régieket próbáljuk feléleszteni, ha már nem működnek, illetve ugye azok a még működő kezdeményezések, amelyek azért rengeteg gonddal küzdenek. Tegnap is elhangzott, hogy ugye a korfa meglehetősen magas, ugye tehát kellene valamilyen utánpótlásbázis, ezt próbáljuk meg valahogy orvosolni. És ugye itt a legfontosabb dolog számomra az, illetve a legfontosabb ideológiai háttér az az, hogy egyszerűen mi önmagunkban a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint munkatársai képtelenek vagyunk ekkora nagy program kínálatot fenntartani. Ugye meglehetősen korlátosak a humán erőforrásaink, a anyagi erőforrásaink, és igenis szükség van azokra a civil szervezeteknek, akiknek van jó ötletük, van megfelelő humán erőforrásbázisuk,
és akarnak is, tudnak is segíteni nekünk. Némileg kihasználjuk őket, de természetesen ugye ez kölcsönös, hiszen biztosítunk nekik közösségi szintelet, a vezetőknek pedig némi nemű javadalmazást is, ahol ez megengedhető. És ezt terjesztette ki alpolgármester asszony arra, hogy igenis akkor már szaladjunk előrébb, és próbáljuk meg mindenkit megszólítani, akinek tényleg nem volt még eddig, nem is lesz, esetleg nem is tervez az intézménnyel kooperálni, de akkor is szólítsuk meg őket, hiszen ezen túl is rengeteget tesznek a városért önmagáért, és nyilván az önkormányzatnak is akkor ebben nagy felelőssége van. Úgyhogy akkor innen jött az ötlet, hogy hívjuk össze őket, egyáltalán ismerjük meg, tehát nagyon nagy munka volt azt az adatbázist felkutatni, hogy melyik szervezetnek ki a vezetője, vagy a kompetens személy, hol lehet őt elérni, milyen e-mail címen, milyen telefonszámon. Úgyhogy ez egy óriási munka volt, és de azt hiszem, hogy a siker az garantált volt, hiszen tegnap este több mint 100-an jelentek meg a színházteremben. Ez egy bődületes szám, és gyakorlatilag egy hatalmas dobás rögtön a kinevezés után, gyakorlatilag 3-4 hónap is alig telt el, és rögtön több száz embert meg tud szólítani az intézmény. Ugye ez egy rendkívül összetett feladat. Honnan a tapasztalat? Honnan az ambíció? Mit kell tudnunk Borsi Csabáról? Én alapvetően egy non-profit szervezetben kezdtem a szervezői tevékenységemet. Hajdúböszörményben alakult meg a 90-es évek elején egy ifjúsági klub, amelynek az volt a neve, hogy Hajdú Judú ifjúsági klub, és annak voltam én oszlopos tagja egy idő után. És picit ugye gimnazistaként folytam én ebbe bele, de természetesen egy nagyon jó közösség volt a gimnáziumi osztályom is, már ott iskolarádiót csináltunk, gimi klubot a Böszörményi Művelődési Központban, és utána pedig ez a pályámra is hatással volt, hiszen a tanulmányaimat is eszerint választottam, történelemművelődés szervező szakon kezdtem el tanulni Nyíregyházán, az akkori tanárképző főiskolán, és már ott is azonnal megtaláltak a feladatok. Úgy látszik, hogyha akarnék, sem tudnék elugrani ezek elől, hiszen a szobatársam, én voltam a csoportvezető, és a szobatársam, elmentünk egy hök ülésre, hallgatói önkormányzati ülésre, és oldalba bökött, hogy nincs kulturális bizottság, és te azt mondja, akkor jelentkezzél, javasoljam a szobatársamat, csoporttársamat, ő pedig nyilván maga köré minket von be, a többi csoporttársat, úgyhogy már ott gólyabálokat szerveztünk, Hobo Blues Band koncert, Evzámbó Happy Dead Band, Ladány Bene 27, főiskolai hetek, tehát ez így azért eléggé megalapozta, én azt gondolom, a szakmai munkát. És utána, ahogy elvégeztem a főiskolát, akkor azonnal először kis ideig a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumban, majd pedig az ottani művelődési központban kezdtem el dolgozni, de mellette ugye még a non-profit szervezetet vittem egészen 2004-ig, és ugye ennek keretében azért volt egy klubunk, ahol nagyon sok koncertet szerveztünk, Heaven Seed Seven, Kispál és a Boz, ma már nem is létező együtteseknek koncertjeit. A vizsga szervezésem az egy After Crying koncert volt például, és ezzel az egyesülettel úgy elnökként már 98-tól szerveztük a Kotta Fesztivált, ami akkoriban azért egy országos fesztiválnak neveztük, de nyilván inkább egy regionális jellegű fesztivál volt, hiszen akkor még nem volt kampusz, és Debrecenben nem is nagyon tudtak megmaradni a fesztivált, nagyon sokan jöttek Debrecenből, Szoboszlón is találkoztam jó pár emberrel, aki anno
gyakran jártak ottára, sőt, ugye rendszeresen voltak pécsi visszatérő vendégeink. Mi a különbség a hajdúböszörmény és a hajdúszoboszlói adottságok, a művelődési központ rendszerek között? Vannak-e hasonlóságok, különbségek? Mennyiben volt ez új kihívás az előző feladatokhoz képest, mármint a hajdúszoboszlói, a hajdúböszörményéhez képest? Hát alapvetően igen, féltem tőle, amikor újra elkezdtem itt dolgozni, hiszen előtte én nagyon sok évig, egy nagyon apró szünettel én a közigazgatásban dolgoztam, kormányhivatalnál, azelőtt pedig a 2000-es évektől a Debreceni Egyetem hajdúböszörményi karán oktattam művelődés szervezőket, illetve andragógusokat, tehát nagyon nem állt messze a pályámtól, de azért nem voltam aktívan benne ebbe a munkába, ebbe a szervező munkába, és azért féltem, hogy rengeteg új dolog lesz. Ez így is van. Tehát azért nagyon megváltozott a jogszabályi környezet. Ugye itt azt gondoljuk, hogy szervezni mindenki tud, hiszen egy születésnapi bulit már mindenki szervezett magának, ha másnak nem is, egy családi rendezvényt, de azért van némi különbség egy ilyen típusú rendezvény, illetve egy olyan rendezvény között, ahol előre be kell jelenteni különféle hatóságoknak, időben meg kell tenni a bejelentéseket, gondoskodni kell jogszabályi előírások alapján megfelelő rendezvénybiztosításról, egészségügyi biztosításról, és nyilván a technikai háttérfeltételekről nem is beszélve. Ez mindenképpen egy hát másabb dolog volt, mint még a 90-es vad években, amikor még nem kellett így foglalkoznunk ilyen dolgokkal, hogy most 500 fő felett gyalogőr, 1000 fő felett mentő, nem voltak még ilyen dolgok, de alapvetően ugye hát ülöm az örömben, és nyilván ez most negatív és pozitív értelemben is lehet mondani. Pozitív értelemben, hogy nagyon nagy meglepetés nem ért, negatív értelemben pedig azért, hogy még mindig nagyon sok mindenben azokkal az évtizeddel ezelőtti problémákkal küzdünk, amikkel mondjuk hajdúböszörményben 90-es években én is szembesültem kezdőként. Melyek ezek egy picit így? Azért hát, a nézők nem biztos, igen, hogy tudják, vagy érzékelnek ebből. Tehát egy hatalmas intézményről van szó. Ugye látják, hogy milyen rendezvények vannak magában az intézményben, látják azt, hogy milyen fesztiválokat rendeznek, na de hogy mögötte mi van, azt nem feltétlen látják a nézők sem, mint ahogy mi sem. Igen. Igen, tehát az első és legfontosabb az a szakemberhiány, és úgy általában a munkaerőhiány. És ez mondjuk együtt jár a szektornak eléggé jelentős alulfinanszírozottságával. Nyilván itt persze figyelembe kell venni a fenntartó önkormányzatnak a teherviselő képességét. Ugye azt kevesen tudják, hogy a önkormányzatoknak jár kulturális normatíva, illetve most a pontos nevét nem is tudom, közművelődési normatíva talán, a lakosságszámhoz viszonyítva fejenként 2000 pár száz forint. Ez ugye Szoboszló lakosságát tekintve ugye egy kb. 50 millió forintos összeg, ez sehol nem elég. Tehát ugye én dolgoztam Hajdunánáson, dolgoztam Hajdúböszörményben, mindenhol tulajdonképpen az intézmények fenntartására, rezsijére volt ez elegendő. Onnantól kezdve a személyi tárgyi feltételek biztosítása az a nyilván az adott önkormányzatnak, ha önkormányzati fenntartásban van még az intézmény, akkor annak a feladata. És ez bizony rendkívül nehézkes. Tehát a munkatársaim, mondhatnám azt is, hogy igen, a fizetésük is rendkívül alacsony, ennek illetve ugye a munkaterhelés meglehetősen egyenetlen. Tehát valóban ugye vannak időszakok, amikor nincs rendezvény, viszont amikor rendezvény van, általában hétköznap esténként,
illetve hétvégén, akkor viszont ott kell lenni. Az biztos. És akkor milyen különbségek, milyen hasonlatok vannak még a Hajdúszoboszlói és a Hajdúböszörményi között? Csak ugye most itt a problémák szembesülésénél leragadtunk. Hát ugye Hajdúböszörményben a 2000-es években, amikor elkezdtem tanítani, azért én nem szakadtam el teljesen a közművelődéstől. Én 2000-es évek közepétől felügyelőbizottsági tagja lettem, akkoriban alakult át az önkormányzati fenntartású művelődési központ egy non-profit gazdasági társasággá. És miután 2010-es évek közepén elkezdtem dolgozni Hajdúnánáson, az ottani művelődési központban, ott is ez volt a helyzet. Tehát ez egy alapvető különbség, hogy non-profit KFT-ként működnek ott a intézmények. Én megmondom őszintén, nem vagyok gazdasági szakember, de voltam ott is alkalmazott és vezető is. Mindkét helyen nagyon sok különbséget nem látok. Tehát ugyanazok a gond, a finanszírozás nem lett jobb. Hát ez ugye, gyakorlatilag egy ilyen országos vagy egy szektor probléma. Igen. Tehát nem egy egyedi eset sajnos. Igen, igen. Tehát ugye attól, hogy az áfát vissza tudja igényelni egy non-profit KFT, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár is, igaz, korlátozottabban, de vissza tud igényelni áfát, és az egyetlen, hogy is mondjam, jelentős következmény, hogy viszont igen, a kollégák ugye kikerültek a közalkalmazotti körből, és ugye munkatörvénykönyve alá kerültek, ami azért egy szabadabb finanszírozást, bérstruktúrát eredményezett, és ugye az volt a cél, hogy ez majd itt utat nyithat afelé, hogy emelkedjenek a bérek ebből a kötött közalkalmazotti struktúrából, ebből azért most még olyan sokat nem látni. Akkor, amikor jött Hajdúszoboszlóra művelődés szervezőként dr. Sós Csaba hívására, mi volt a hívószó? Az új kihívás, Hajdúszoboszló, a környezetváltás, mit látott Hajdúszoboszlóban? Igen, én alapvetően a városnak azt a polgárias légkörét, illetve maga az a tényleg az a turisztikai vonzerő, ami nyilván azt gondoltam, hogy hatása van, és hogy megtapasztaltam, így is volt, hatása van a kulturális életre is. Tehát tényleg azt látom, hogy akár Hajdúböszörménynél, akár Hajdúnánásnál egy sokkal pezsgőbb kulturális élet figyelhető meg itt, és nyilván azért ez mégiscsak inspirálóbb, amikor például egy közelmúltbéli példát hadd mondjak, egy magyar kultúranapi megemlékezésen vagy rendezvényen tényleg megtelik a színházterem alsó szintje, tehát közel 200 ember ott van. Ez régebben annyira máshol nem volt jellemző. Akkor itt azt tapasztalja, hogy van igény a kultúrára, és megmozgatja a kultúra, megmozgatja egy rendezvény a várost? Igen, igen. Én úgy tapasztalom, hogy igen, sokkal nyitottabbak az emberek. Éppen ugye elődömmel beszélgettük, hogy ő amikor lemondott, és szeptemberben járt itt valamelyik ABC-ben, és arról beszélgettek, hogy kipályázik, és ki lesz esetleg az igazgató majd novembertől, hogy ezt beszélgettük Csabával, ugye újvárosiként, én böszörményiként, ilyet el sem tudtunk volna képzelni saját városunkban. Itt pedig ez úgy látszik egy beszédtéma. Ez mindenképpen pozitív, illetve azért sok nyilván természetesen, de azért sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy drukkolnak nekem, kívánják, hogy jól sikerüljön, amelyek azért mindenképpen jól esnek az embernek. Hogyan emlékszik vissza, milyen volt az első néhány hónap itt Hajdúszoboszló, még akkor, amikor ide került kulturális szervezőként? Ugye azért több
rendezvény megszervezése is Barsi Csaba nevéhez fűződik? Hát, hogy is mondjam, munka szempontjából roppant hálás volt az első két hónap, mert január-februárban zárva volt a ház, tehát home office-ba dolgoztunk, ez is valamilyen szinten újdonság volt. Így van, újdonság volt, és hát én azt gondolom, hogy a kollégák azok nagyon pozitívan fogadtak, illetve ugye, ami még számomra meglepő volt, ez nyilván megint csak némiképp, vagy mindenképpen előny, de azért vannak hátulütői is, hogy egy rendkívül fiatal csapatba kerültem, illetve olyan szinten mondom, értem én ezt a fiatalt, hogy a legrégebb óta ott dolgozó munkatárs sem voltán 5 évnél régebb óta ott. Tehát ez mindenképpen ugye egy azokat a békjókat és rossz beidegződéseket levetkőzte az intézmény magáról. Az is igaz viszont, hogy ugye így néhol problémába ütköztünk, mondjuk egy nemzeti ünnepnél, hogy ugye Hajdúböszörményben teljesen más hangsúlyok vannak, akárha csak március 15-öt, október 23-át nézzük, mint itt, ugye hol koszorúznak, hol van felállítva a színpad, városnapján honnan vonulnak be a lovasok, hol állnak meg, amikre úgy kellett vadászni az információkat, hiszen a legtöbben nem sokkal előbb kezdtek, mint én. De azután ugye természetesen márciustól elindult a munka, és azért viszonylag korán kiderült, hogy nyilván nem a két szép szememért lettem én ide csábítva, hanem akkor eléggé jelentősen. Ugye ott tavasszal elhagyott minket egy munkatárs, és ott hirtelen az ember nyakába szakadt sok minden. A Trianon megemlékezés, illetve ugye a Vármegyei Önkormányzattal és a Városi Önkormányzattal közösen megvalósult Fények éjszakája. Ezekhez nem nagyon volt már idő, hogy alaposan elmélyedjen az ember. És mennyi idő kell egy ilyen rendezvénynek a megszervezéséhez? Ugye januárban lett kinevezve, mint kulturális szervező, ezek mégis májusi-júniusi programok. Tehát azért ez is azt mutatja, hogy a háttérmunka nem előtte egy-két nappal kezdődik. Természetesen, tehát itt ugye 2-3 hónappal előtte már azért nagyon komoly szervezési előkészületeket igényel, akár ugye mondjuk egy kültéri rendezvénynél a lezárások, illetve ugye mondom a különféle bejelentések, amelyeket meg kell tenni mindenféle szerv felé. És hát ugye amikor az ember úgy vesz át dolgot, hogy már előtt a korábbi kolléga nyilván tett előkészületeket, akkor nehéz átvenni a fonalat, illetve ugye nagyon sok, még itt ebben a szakmában azért még mindig csak a legalapvetőbbeket vetjük papírra, hogy azért legyen valami biztonságtudat mindkét részről, de nagyon sok minden ugye telefonon keresztül megy, szóban, e-mailen keresztül, és hogyha ott hirtelen kell váltani szervezők között, akkor az bizony tud néha galibákat okozni. És ugye alig, hogy pár hónapja volt itt, rögtön jött egy nagyszabású újdonság, az Art Food Fesztivál. Miért tartotta fontosnak, hogy azért némileg megújuljon Hajdúszoboszló kulturális élete? Hát alapvetően ez is egy olyan rendezvény volt, amely ugye a gasztro rendezvények sorába illeszkedik, de nem igazán volt hagyománya Hajdúszoboszlón, és ugye előző igazgató úr talált ki valamiféle elképzelést, hogy akkor az étel, kézműves ételek, művészi ételek és a művészet valamilyen szinten jöjjön össze.
Ez ugye némiképp kényszerpálya volt, de alapvetően én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés lett, nyilván, mert én szerveztem, de tényleg ezért is sok dicséretet kaptam, ismeretlenektől is akár. Tehát ugye Sós Csaba teljesen szabad kezet adott, forrás az annyi volt amennyi, nyilván az sosem elegendő, de alapvetően ebből picit túl is léptük, de alapvetően sikerült, amit én pozitívumként hallottam, hogy zeneileg azért egy picit nem annyira ismert zenekarok, viszont művészileg, kulturálisan szerintem eléggé jelentős, vagy hiánypótló stílusokban alkotó zenekarok voltak itt jelen, és nyilván akkora látogatottságot nem ért el, mint akár a bizonyítványbuli, akár a kösejkupa, vagy a őszi bor és gasztronapok, de azért ott esténként 2-3 ezer ember ott megfordult. Mi az igazi siker egyébként? Ha minden rendben van a rendezvényen, és nincs gond, ha rengetegen vannak, a pozitív visszajelzést kapnak, mi a legfontosabb? Hát, mi a cél egy ilyen rendezvénynél? Igen. A probléma az, amit én ugye tanítottam is az egyetemen, az ilyen szakon tanulóknak, hogy rendkívül szubjektív. Ugye a szolgáltatás marketingnek nagyon sok olyan eleme van, ami az áruk marketingével összevetésben nem állja meg a helyét. Tehát ugye nincs egy olyan konkrét termék, amit tudnánk reklámozni. Itt ugye zenekarokat tudunk reklámozni, fellépőket, előadókat, amik azért ugye nyilván ízlések és pofonok szintjén ugye valakinek tetszenek, van akinek nem. Aztán ugye valóban, hogyha megvan a rendezvény, és nagyon jól sikerült a reklám, és nagyon sok embert el tudtunk érni, és rengetegen jönnek el, akkor az is bizony egy óriási problémát jelent, hogyha a színpad nincs jól elhelyezve, a hangosítás nem megfelelő, vagy legalábbis a volumene nem megfelelő, nincs elég étel, italárus, ne adj Isten, ugye még a higiéniai helyiségekből is kevés van, és azt hamar ugye be is piszkítják a rengeteg látogató. Ez megint csak hiába van ott rengeteg ember, hiába érzik sokan jó magukat, biztos lesz egy olyan réteg, akinek nem tetszik a tömeg, nem tetszik az ezzel járó kosz, egyéb piszok, és akkor természetesen ugyanez az ellentéte, hogyha kevesen jönnek el, akkor is jól érezheti magát mindenki, viszont ugye nyilván ott a fokmérő az a kevés látogató. Szóval rendkívül szubjektív, és igen, ezt szoktam néha mondani a kollégáknak, hogy azért próbáljunk meg bízni magunkban, nagyon sokszor nehéz, hiszen nem tudunk olyan, senki nem tud olyan rendezvényt csinálni, ami mindig, mindenkor mindenkinek tetszeni fog. Igen, nehéz mindenkinek megfelelni, ez igen. Biztos. 2024 elkezdődött, elindult, ugye egy nappal ezelőtt volt a Civil Rócsónak a sajtótájékoztatója, ez lesz a következő nagyobb projekt, de hogyan áll például a nyári programsorozatoknak a szervezése? Ugye tudjuk, hogy nyáron esténként gyakorlatilag mindig szórakoztatják a sétáló parkban az embereket, a zenekarok, a különböző civil szervezetek, illetve hát ugye ezek mellett azért az állandó fesztiválok is már várják az emberek, hogy megrendezésre kerüljenek. Hol tartanak most a folyamatok? Igen. Próbáltunk előre tervezni, tehát már a tavalyi évben elindult a fellépőknek a lekötése, hiszen tényleg nagy közérdeklődésre számot tartó közismert fellépőket, zenekarokat ilyenkor már évelején nagyon nehéz megfelelő időpontba lekötni.
Úgyhogy már tavaly évben fixálódott az, hogy augusztus 20-án a államalapítás ünnepén a Csík zenekar fogja majd ékesíteni az ünnepséget, ez lesz a fénypontja, illetve ugye előtte augusztus 17-én Geszti Péter fog majd zenélni, illetve zenésztársai fognak a szabadtéri színpadon zenélni. Júliusban a Bagosi Brothers Company előtt fogjuk fogadni az Edda műveket, amelyik 50 éves évfordulóját egy koncertturné keretében ünnepli majd idejében, amelynek egyik fontos állomása lesz Hajdúszoboszló. De természetesen itt lesznek ugye a előbb már részben érintett fesztiválok, ugye a Folk hétvége júliusban, az Art Food, a Kösely Kupa, bocsánat, júniusban ott lesz a bizonyítványbuli, illetve ugye augusztusban pedig a Dixieland napok is Kösely Kupa után. Hogyan lehet ezt bírni egyébként? Ugye azért korlátoltak a lehetőségek, végesek a kapacitások. Miből tudnak erőt meríteni a kollégák? Hát, igen. Azért ember feletti az is, amit ők csinálnak, illetve az egész intézmény. Igen, ami az én pályázatomban szerepel, és egy nyilván egy papíron nagyon jó elképzelésnek tűnt, az az, hogy az erőforrásokat, illetve a munkaszervezést próbáljuk valamiféleképpen hatékonyabbá tenni. Nyilván ennek is vannak korlátai, de ugye mivel egy új csapat, vagy viszonylag új csapatról van szó, és azt sem kell, nem lehet eltagadni, hogy azért a fluktuáció meglehetősen jelentős volt a közelmúltban is, most is vannak cserék. Nagyon nehéz összecsiszolódni a kollégáknak. Természetesen ilyenkor nyáron fokozott munkaterhelésnek van kitéve mindenki, főleg úgy, hogy ugye itt nagyon különböző helyszínekről van szó, bizonyítványbulinál repülőtér, majd utána már pakolunk is át a sörpadokat, sátrakat, faházakat pakoljuk át a Szent István parkba, júliusban majd utána megint ki a Kösely Kupán a repülőtérre, majd utána természetesen vissza, és mindeközben a szabadtéri színpadon zajlanak ugye az előbb említett koncerteken kívül színházi előadások, retrópartik, operettműsorok, és a többi, és a többi. Ez természetesen nem működne anélkül, hogyha nem segítenének nekünk. Rengeteg segítséget kapunk a HGSZ-től, hiszen nekünk jelen pillanatban most még nincsenek szállítóeszközeink, illetve két technikai munkatárs alkalmazottunk van, akik mondjuk több száz sörpad garnitúra mozgatásához kevesen vannak. Rengeteg segítséget kapunk természetesen a városgazdától, illetve rengeteg segítséget kapunk nyilván a Hungaroszpá ZRT-től is felajánlások, illetve egyéb formában, és nyilván ott van a marketingnél a TDM iroda, amely szintén segíti reklámozni a programjainkat. Hát lehetne még sokáig beszélgetni itt a feladatokról, sokkal részletesebben is bele lehetne menni. Mi zárásul, ha évvégén találkozunk és beszélünk, akkor mivel lenne elégedett? Milyen 2024-es esztendőt szeretne? Hát mindenképpen szeretnék nyugodalmas és békés esztendőt, de ez már most utópiának tűnik. Én mindenképpen azt szeretném, hogyha tényleg a programok megvalósulnának, minél több ember érezné jól magát ezeken a programokon, de emellett én fő feladatnak tartom annak a humán erőforrásnak a megbecsülését és támogatását, amelyik ugye ezeket a programokat megszervezi, lebonyolítja. Én akkor lennék igazán boldog, hogyha évvégével a munkatársi létszámunk állandósultnak mondható lenne, a munkatársak
örömmel jönnének össze egy évvégi zárópartira, és azt tudnám nekik mondani, hogy jövőre is ugyanazokkal a feltételekkel tudjuk végezni a munkánkat. Nagyon nehéz ugye előre tervezni, főleg egy ilyen területen, és bizony ugye nagyon sok az adhok és azonnali feladat, hirtelen feladat. Én bízom benne, hogy ezeket rugalmasan fogjuk tudni kezelni, és tényleg azokat a ki nem kényszerített hibákat, ahogy a teniszben mondják, vagy más sportágban is, ki nem kényszerített hibákat ugye nem kell, vagy ilyen hibákkal nem kell számolnunk. Hát köszönjük szépen, hogy ilyen részletesen is, még ha csak több területen felszínesen is, de tudtunk beszélni. Reméljük, hogy azért most a kedves nézők valamilyen szinten megismerték Borsi Csabát és az ő affinitását és ambícióit. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és maradjanak velünk. Nézzék folyamatosan a HVTV-t.